letartóztattak engem is, mint olyan sok más embert, kiengedtek, újra letartóztattak, újra kiengedtek, újra beidéztek, újra elengedtek. Aztán a szobrászként dolgoztam, és tulajdonképpen 1990-ig, amikor a gyűjteményes kiállításom volt a műcsarnokban, ahol tulajdonképpen a szakmától megkaptam azt a szakmai elismerést, amire szükségem volt. Tehát két oka volt annak, hogy én kívülre kerültem, a szakma perifériájára kerültem. Az egyik politikai ok egyértelműen megtorlása az 56-os viselkedésnek, és ennek konkrét jelei voltak, a másik pedig amiatt, amit, ahogyan dolgoztam. Tehát itt vagyok. Kút figura lenne, ami egy ilyen ikrek kútja. Végre életnagyságban mintáztam agyagból, ami 30 év után, vagy 40 év után, hát ilyen az élet. Ebben benne van minden elkeseredettség, hogy ugye vége lett ennek a forradalomnak. Egész életben egy életnagyságú szobrot nem kaptam feladatnak. Ez volt a kis mintája a diplomamunkámnak, tervezett szobornak, amit aztán mikor megkaptam rá a tanácsköztársaság pályázat nagydíját, Pácai nagyon bölcs volt, mert ő úgy gondolta, hogyha én ezen a pályázaton eredménnyel szerepelek, akkor engem nem igen vegzálhatnak utána. Meg is kaptam a nagydíjat, de az akkori kiszesek bementek a minisztériumba, hogy a polgártanárok az ellenforradalmár Tótnak adták a nagydíjat, és véletlenül ledöntötték a szobrot, gipszből volt, összetört ripityára. És az volt az utolsó életnagyságú szobor életemben. Ezt én sokáig nem értettem, de miután a történelmi hivataltól megkaptam a papírjaimat, és 27 év megfigyelése nyilvánvalóvá vált, azóta sok minden kiegyenesedett előttem. Ez egy életrajzi album, az a gyűjtő címe, hogy témám a természet, és ebbe az egész életemet felsorolom, és hát a főiskolával is foglalkozom. Sokáig viseltem ezt a bélyeget, hogy ellenforradalmár, amit hát úgy tudtak a megrendelők nagy része is, hogy én egy olyan gyanús fickó vagyok, tehát a korábbi megbízóim, könyvkiadók, meg mások ugye elfordultak tőlem, mikor jelentkeztem, hogy megélhetési problémáim vannak, adjanak már valami illusztrációt vagy munkát. Sok helyen elutasítottak. A művelt népnek, a ifjúsági könyvkiadónak, de főleg a tankönyvkiadónak tudtam dolgozni évekig. Ott volt egy bátor derék, nálam idősebb képzőművész végzettségű ember, Máté Gyulának hívták. Ő azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy mit mondott nekem a főosztályvezető, ő nekem ad munkát, mert egyrészt meg tudom csinálni, és őt nem érdekli az én politikai múltam. Áldassék az emléke. Olyan időket éltem, hogy most visszatekintve én csak hálás lehetek a sorsnak. Fiatalon az ember másképp veszi az akadályokat, ma már tényleg az embernek a gyomra sok-sok mindent már nem tud bevenni. Hála a jó Istennek, hogy volt a grafika, abból meg tudtam élni. Az, hogy XY, mit tudom, négyszer annyit keresett, az engem nem érdekel, de azon keresztül én nagyon sokat, és tudtam az övömet, a festészetemet kibontakoztatni, mert ilyen értelemben nem volt. Anyaginek szerényen éltünk, itt későn nősültem, hát mondjuk talán emberileg ez a izé. Az 56-os élmények végig kísérték életemet. Nagyon sok halottat láttam, lőporral, malter hulladék között, és ez hatással volt a művészetemre is. Medgyánszky László 60 éves korában kérte magát a frontra, hogy ott fessen képeket, halottakat, és hát egyáltalán megjelenítse a háborút. Hát nekem nem kellett a frontra menni, hanem ide jöttek az oroszok, és a Budapest lett frontváros. Állítólag jobban szétlőtték, mint 45-ben. Én 58-ban végeztem a főiskolát,
tehát a forradalom után tulajdonképpen még egy rövid ideig ott voltam, akkor csináltam egy diplomamunkát egyébként 58-ban, ez egy 9 méter hosszú és 2,5 méter magas falfestmény volt, ahol egy csoport ember vonul, és az volt a címe, hogy menekülők. Nem szerették. Nagyon hamar lemeszelték, nincs róla képem sem. Nagyon szegényen éltem hosszú ideig. Könyveket adtam el, hogy következő hónapi lakbért ki tudjam fizetni. Tényleg, mert én pénzt kerestem könyvillusztráció és újságillusztráció, nagyon keményen dolgoztam. A 70-es évek elején kezdődött az, hogy gyűjtők jelentkeztek lassan, apránként is, nagyon kis pénzérrel kezdődött az, hogy vannak, akik meg akarják venni az én képeimet. '56-ban felvonultunk, akkor senkinek se jutott még eszébe, hogy ebből forradalom lesz. Hát ez egy óriási élmény volt, ezt nem lehet elmondani, ezt egyszer lehet megélni, ez egy életre befolyásoló, ez egy olyan hatalmas, olyan kimondhatatlan eufória, ami ott az emberekbe, abba a tömegbe. Október 23-a délutánjától, november 4-éig, ha ezt egy egységnek tekinted, ami sok lépcsőből áll, akkor kiviláglik, hogy a diákság csinálta ezt. Hát igen, ez az ifjúság forradalma volt. Az az érdekes ebből az időből, hogy hát köztudomású, hogy az 50-es években oly mértékben működött a kontraszelekció, hogy az egyetemeken és a főiskolákon, bátran mondom, hogy köztudott, hogy 95-98%-ban munkáspalac gyerekek voltak a hallgatók. Ezeknek egy része végzett középiskolát, egy része pedig ilyen szakérettségével került be az egyetemre, vagy a főiskolára, így a képzőművészeti főiskolára is. Tudnék, akkor mindenféle reformokkal egy új irányzat kezdődött, szakérettség is diákokat kutattak fel az ország minden részén. Ennek fő bajnoka Bence László és a Kofán Károly volt, ők járták az országot, és tehetséges embereket próbáltak begyűjteni, akik be is kerültek a főiskolára. Én értelmiségi származásom ellenére igazán örülhettem, hogy bekerültem oda. A zöme, mint mindig, tehetséges gyerek volt. Értelmes, intelligens, tehetséges gyerek, ennek következtében gondolkodtak. És a gondolkodás következtében kérdéseket tettek fel. Főleg olyan kollégáim, akik parasztfiúk voltak, vagy nagyon egyszerű környezetből származtak. És megkérdezték ezt a Szita Máriát, a marxista szeminárium vezetőt esetleg, hogy de hát Szita elvtársnő, vagy nem tudom, ott szólítottuk. Hát éheznek az emberek. Úgy kezdtük, hogy Michelangelo-nak a Dávid feje, ugye az föl volt vágva különböző darabokra, a száj, az orr, a szem, fül, egész fej, és ezt kellett rajzolnunk, ezen kezdtünk. Dávid fej részletei, izomember gipszből, és utána jött az élő modell. Komondi Sándorral 1951 őszén, szeptember végén, mikor kezdődött az 51-52-es évad a képzőművészeti főiskolán. A Bence osztályra kerültünk, és ahogy ez már lenni szokott, a fiatalok, hogy ki kivel szimpatizál, az előbb-utóbb kialakul. A Komondit én tulajdonképpen ilyen tisztelettel csodáltam, szóval teljesen nyilvánvaló volt, hogy nagyon nagy tehetség. A baj itt kezdődött. Sanyi egy abszolút vizionárius volt, egy olyan valaki, aki
rögtön képet látott. Volt benne valamilyen Dosztojevszki az alkatába, a viselkedésébe, és emlékszem például arra, hogy mielőtt hozzákezdett volna ahhoz, hogy fessen, akkor hosszú ideig, esetleg órákig smirglivel dörgölte, csiszolgatta az ecsetnek a szőrét, mert neki, hát ezek ilyen borzasztó rossz eszközök voltak, amikkel mi dolgoztunk, nem tudta használni. Tehát ez nem úgy volt, hogy fogott egy bármit és azzal csinált valamit, hanem neki tökéletes eszközök kellettek volna. Ha lettek volna, és ha nem voltak, akkor megpróbálta. Tehát, és ezt mi úgy csodáltuk. Rajzolt ez a villamoson, a pályaudvaron, ha jött ki hozzám Szentendrére, a Héven. Szóval ez ebbe élt, ez mindent. Szóval átszellemült, egy csöndes, halkszavú, egyáltalán nem kötekedő, szóval csak a legjobbakat tudom mondani. Be kellett jönni reggel 8 órára, akkor kezdődött ugye a tanítás, oktatása, nem is volt itt a mester, de 8 órára be kellett jönni, hiszen a feladat az megvolt, folytattuk az előző napit. De ezt úgy elég szigorúan vették, mert a Lukács Ágnes lenn az aulába, hogyha késtél 5 percet, akkor már ki lett írva a neved a táblára, a táblán pedig felső címként az állt, hogy akik késésükkel a békért folyó harcot akadályozták, 2 pont és következtek azok a nevek, akik hát elkéstek, ugye? Ja, közben például a Kondor Béla megfestette, amit festett. És akkor az Ég Sándor ment hozzá, és mondta, hogy hát kedves Béla, hát látom, hogy ugye mindent pirossal fest, hát hogy talán nincsenek festékei, hogy én nagyon szívesen adok egy kis testszínt. Ez megtörtént. Kötelező nyári művésztelepeket is mind ilyen szocialista centrumokba rendezte a főiskola. Voltunk Sztálinvárosba, ugye a mai Duna újvárosban, Tatabányán, az alumínium kokóba, akkor Miskolcon akkor építették ott a Helyő Csaba térségébe a Miskolci Egyetemet, ennek az építkezésénél. Tehát ilyen fajta kalandjaink voltak, ami adott azért festői témát, jól éreztük benne magunkat. Első éves főiskolai év után Sztálinvárosba mentünk művésztelepre. Oda vittek bennünket, hogy az épülő szocializmust, hát így. És első nap végigvezettek bennünket, illetve az első napokban, mert hát ez nem ment olyan gyorsan, a vasműnek az egész területén föl az építmények tetejére a nagy kalapácsot lehetett nézni, amin működik, és hát hogy akkor most itt kezdjünk el dolgozni, ábrázoljuk. Volt olyan alkalom, amikor a munkások Dunai városban a pirosra izzított szegecseket a fejünk fölött dobálták át 8-10 méter távolságra, és a másik oldalon egy nagy bádogtól csérrel kapták el, úgyhogy izgalmas volt. Én heteken keresztül megfeszített energiával rajzoltam és festettem egy esztergályost, egy stahanovista esztergályost, aki tűrte, hát többiek úgy röhögtek, hogy na, hogy hát szóval, hogy ő most egy ilyen figura lett, akit itt rajzolnak. És én minden reggel vittem a cuccomat, mentem be a gyárba, addig, amíg rám nem szóltak, hogy ne járjak sortba, egy ilyen aktivista nő mondta azt, vagy egy, nem tudom, egy ilyen személyzet is, hogy ha hallaná, hogy miket mondanak magáról a munkások. Jézus Mária, aznap vettem egy overált, egy munkás overált, és attól kezdve abba jártam. Hát én nem gondoltam arra, hogy valakit zavar, hogy én sortba járok. Ugye? Hát az ember 18-es korra másképp látja ezeket a dolgokat. Ugye köztudott az, hogy a főiskola főtitkára Rákosi féltestvére Bíró Károly volt, aki két szint nem tudott megkülönböztetni. De Isten nyugosztalja, hogy szegény, nagyon buta ember volt. És ezt beiratták az esti egyetemre, a bölcsészkaron művészettörténet, mert mégis az egy képzőszeti főiskolán valami halna. És akartam mutatni, hogy ő már milyen tájékozott. Ott volt egy nagy reprodukció oda támasztva a falhoz. Ráordít a takarítónőre. Elvtársnő. Hányszor mondjam magának, hogy vigye ki ezt a Prima Rivierát? Botticelli Primavérájáról volt szó. Én pártag voltam, engem behívott a Bíró Károly, és azt mondta, hogy Bencsik elvtárs, hát itt lehet őszintének lenni, csak okosan kell őszintének lenni. És megmutatom magának, hogy milyen őszint,
tének lehet lenni. Adok magának egy könyvet, ami nem jelent meg a piacon, csak a párt vezetők között forog. Ez egy szovjet író írta, ezt a követően el is olvastam, ahol ez az író leírta, pontosabban szólva, egy volt megyei pártitkár, területi pártitkár írta, amelyikben leírta, hogy a 30-as években több mint 10 millió ember halt éhen a Szovjetunióban. Ezt a könyvet elolvastva elakadt a lélegzetem. Akkor hallottam életemben először azokról az iszonyatos történetekről, ami a 30-as években a Szovjetunióban lezajlott. Kulturális életünk hatalmas jelentőségű eseménye a szovjet képzőművészek kiállítása a Nemzeti Szalonban. Megnyitó beszédet Révai József népművelési miniszter mondott. A mi festőinknek szakítaniuk kell az impresszionizmussal, a formalizmussal, a tartalom nélküli dekadens polgári művészettel. A szovjet festészet példája nyomán forduljanak a mai valóság felé. Tanulják meg ők is, mint a Szovjetunió festői, az utat a néphez. A mestereink, meg az iskola is arra ösztökélt, hogy ezt mindenképpen nézzük meg, mert ez aztán nagy dolog lesz. És hát ilyen kemény realista munkásábrázolások, meg még vadászjeletek is voltak, ahogy a szovjet vadászok hattyúkkal, meg egyebekkel a hátukon ballaktak befelé a gazdag zsákmánnyal. Volt egy Resetnyikov nevű orosz festő, aki a Levél a frontról című képet festette, meg valami ordinári gics volt. Ezzel egy időben a képzőművészeti főiskolán szerveztek egy nagy ankétot, egy nagy összejövetelt az összes diákot, összehívták a teljes tanárikat. Az emelvényen egy hosszú asztalnál ültek a meghívott szovjet művészek, és hát nyilván őket kísérő emberek, fordítók, tolmácsok, politikusok, stb. Tehát egy komoly stáb. Négy diák eléggé modortalan módon, hát a sárga földig lepocskondiázta magát a kiállítást. Pontosabban szólva ez kronológiailag úgy történt, hogy én szólaltam fel először, és én még elég tapintatosan azt mondtam, hogy az orosz ikonok gyönyörűek, csodálatosak, de hát ez a kiállítás hát borzasztó. Mi számunkra ez nem mond az a kiállítás többet, mint a Derkőics Gyula, sőt, meg se közelíti azt. És akkor valaki fölállt és azt mondta, hogy és azt hiszem ez a Patai volt, valami olyasmit mondott, hogy hát ő felháborítónak tartja, hogy itt ilyen rossz műveket idehoznak, és azt mondják, hogy mi ezeket csodál kell, hogy csodáljuk. Szóval valami ilyesmit mondott. Lélegzet elállító volt. A Patai Laci, aki harmadikén szólalt, és ő már elég nyersen azt kérdezte ettől a szovjet elvtárstól, a összetörténésztől, hogy a Szovjetunióban tudják-e, hogy mi a gics? Tudnék, ez a kiállítás tele van gicsekkel. És akkor egy őrült zavar lett úrrá, mert valami olyan volt, hogy nem akarták ezt fordítani. Tehát, hogy akkor most Jézus, hát nem lehet így megbántani. Ide jöttek a művészek, a nagy, akik ugye elhozták ide megmutatni a csodálatos műveiket, csak itt vannak a növendékek, ezek a pernahajderek, ugye, akik ilyeneket mondanak. Hát ezt nem szabad, hogy megértsék, mert hát önmagukat is féltették, akik közvetítettek ottan. Botrányba fulladt az egész ankét, és hát utána lett egy hosszú fegyelmi tárgyalás, mivel hogy ebből a négy hallgatóból én voltam egyedül az MDP, tehát a kommunista párttag, én párttag voltam, ezért az én dossziémba került bele az egész eljárás, fegyelmi eljárás anyaga. De utólag aztán lett az egészből egy ilyen boszorkányüldözés, szóval számonkérés, jegyzőkönyvek. Ez volt az első esemény. Ez volt az első olyan esemény, ami tulajdonképpen a képzőművészeti főiskolán egy ilyen távolból azt mondom, hogy valamilyen erjedést indított el. Nagy botrány volt, óriási botrány. Szóval olyan nagy botrány volt, hogy az én emlékeim szerint, és amit én tudok erről, a politikai bizottság is foglalkozott vele. A szokás szerint a tanárikkal végig megy az osztályokon, ki vannak az a fél év munkái rakva, és végigjárják. Hogy nem, Komondit megbuktatják rajtból.
főiskola legtehetségesebb növendékét. Nem emlékszem erre, hogy ő hogy került el a főiskoláról. Én még beruhantam egy önarcképével, amit azt hittem, hogy ettől meghatodnak. Nem, az már előre el volt döntve. És az volt a gyakorlat, hogy így konyha nyelven fejezzem ki magam, akinek nem tetszett a pofája, bevonultatták katonák. Hát mindenkinek borzasztó lehetett, de egy ilyen embernek, mint a Komondi, hát nem is nagyon tudott ott létezni. Azt hiszem, hogy ő első pillanattól kezdve ő állandóan konfliktusai volt, ha ott súlyos helyzetekbe keveredett. Elérkezett 1954. A nagy dunai árvíz idején az alakulatát a sziget közbe vezényelték, és ott végzett árvízi mentést. És derekassan helytálltak, és kijelölték jutalom szabadságra nyáron. Nagy boldogság, mert titokban az egyik osztálytársnőnkbe ő szerelmes volt, és alig várta, hogy láthassa. Itt az életébe készült utolsó fénykép, amit Szentendrén csináltattunk. Itt katona csizmában van, egy civil zakót vett föl, ide jött ki hozzám látogatni, és elmentünk a lányhoz. Csak nézte a Sanyi, bűvölte. Ez a történet, hogy le akarták vágni a haját, és azt nem engedte. Megtagadta hajvágást, 2 centis volt a haja. 2 éves katona, akit nem szoktak nullással lenyílni. De egy ilyen tetves alhadnagy leültette, és ott állt a borbészék előtt. És a Sanyi, ez a halkszavú jámbor, légynek se állt a gyerek, fölpattant, elkapta az alhadnagyot, kezében maradt a vállap, nyáron ingbe volt, és na ebből lett büntető század. Parancs megtagadás, vagy nem tudom, hogy akkor emiatt valami különleges alakulatba tették, ahol sokkal keményebb kiképzést kaptak. Vége felé fölvitték az irodára. Itt van nálam, amit onnan hozott, ez valahol Tolna megyében az Isten háta mögött az ablakból festette, és amihez hozzájutott, majd mindjárt mutatom ezeket a gyönyörű önarcképeket, mert ugye a festőnek az áll rendelkezésére. Hát ez annyit lerajzoltam magát, de nem ám akárhogyan. Egy első évet végzett, tehát 1,5 évet járt, hát kész festők nem tudtak ilyen határozottan, markánsan, hogy mondjam, rajzolni, vagy például mikor, ugye, ebbe hogy benne van ez az egész néphadsereg? Kőkeményen. Pártitkárt, akinek nagyon sok volt a robása, leváltotta a pártszervezet, az egyet a főiskolai pártszervezet, és a Bence László lett a új pártitkár, aki azonnal semmisé nyilvánított minden előtt történtet. Hát például, ugye nem zárult le a fegyelmi tárgyalás még mindig a szovjet ankét miatt, a szovjet kiállítás miatt, még mindig lebegtették az egész történetet, és a Bence László bejelentette, hogy kész, lezártuk. A fiatalok nem bűnösök. A történet tovább nem folytatható. Tehát tulajdonképpen főigazgatói megróvóval például megúszta. Volt a Komondi. Szabadul. Kijön. Ez már 56 tavaszán volt, és első útja ide vezetett, azt mondta László, szeretnék újra visszamenni a főiskolára.
és kérem szépen bekerül a főiskolára, ugye hát szeptember végén kezdődik a főiskola, alig pár hetet járt, jött október 26. Ahogy ő bekerült, madarat lehetett volna vele fogadni. A társaság több mint a fele vidéki volt, és jöttek vissza a paraszt gyerekek a falvakból, és mondták, mesélték, hogy puskatussal verik be a TSZ-ségbe a parasztokat, sőt, olyan emlékszem, hogy olyat meséltek, hogy a szerencsétlen falusi ember felakasztotta magát, annyit gyötörték. Most ezek elterjedtek a főiskolán. A testvérem, aki Nyíregyházán járt gimnáziumba, őt már nem engedték leérettségizni, hanem kiemelték az iskolából, és elvitték egy muszos katonai táborba, egy munkaszolgálatos katonáknak, és ők az ország különböző helyein építőiparban dolgoztak. Esztergomba volt ilyen alakulat, és hát így találkoztam a testvéremmel, miközben én főiskolás vagyok, ő meg egy tulajdonképpen egy deportált katona, mert tehát a muszos az azt jelentette, munkaszolgálatos. A Csisztú is szenvedve mondta, hogy a saját környezetébe valahol, ahonnan ő jött, vagy ahol vakációra visszament és onnan megjött, hogy borzasztó körülményeket talált. És megmerte mondani. Én szegény gyerekként kerültem ide, de az apám az kisiparos ember volt, akinek volt olyan műhelye is, amikor 8-12 ember dolgozott a műhelyébe, varrógépekkel, mindennel együtt, és ezt elvették, ezt államosították. És végül, amikor hát elég jó polgári, kispolgári, vagy nem tudom milyen életet éltünk, egyszer csak bele zuhantunk a szegénységbe, mert apámnak járt a szája, és akkor ő bizony börtönbe került. Többek között Recsken is volt. A Dohanovszky Endre azt mondta, hogy kétség kívül kiderült a Rajkkal kapcsolatban, hogy tragikus hibákat követett el a vezetés, de nem kell a sebekbe vájkálni, mert azzal csak ártunk az ügynek, hogy majd behegednek a sebek. Tehát sebek voltak már. Október 6-án délelőtt bejött hozzám a műterembe Rozsnyai Zoltán, akkori pártitkár, és a következőt mondta, ne menjünk ki a Rajk temetésre, mert értesülései vannak arról, hogy provokáció lesz, és miután a mi főiskolánk egy olyan kis főiskola, mindenki mindenkit ismer, szinte család, nagyon káros lenne, hogyha egy családtagunkat elvesztenénk. A Rozsnyai Zoltán a képzőművészeti főiskolán végzett festő volt, de nem tanított festészetet. Orosz nyelvet tanított, és ő volt a pártitkár. Most természetesen a Rozsnyai Zoltán rövid idő alatt, egy-két év alatt közutálatnak örvendett. Végül is elmentünk a Rajk temetésre azzal, hogy 8-asával összefogva így a karunkat, senkit nem engedünk magunk köré, nem engedjük megbomlasztani az egységet. Rákosi Mátyás bukása után 1956. októberében a pártellenzék követelésére ünnepélyesen újra temették Rajk Lászlót és kivégzett társait. A pesti utcákon a bűneit megvalló pártvezetés előtt pedig megjelent a tömeg, amely már egy korszak temetésére készülődött. Az a beszéd, amit ott akkor hallott az a nagyszámú tömeg, az mintegy generálta ezt az eseményeket, szóval már úgy akkumulálódott mindenkiben egyfajta ilyen belső indulat. Hogy fel akartak zúlulni, hangok hallatszottak, és nem lehetett. Tehát így lelettek intve az emberek, hogy most nem. Nem lehet itt kiabálni, meg ilyesmi, ami a filmeken nem látszik. Kiderült, hogy nem voltak olyan bűnösök, és nem voltak hazaárulók, mint ahogy ezt beállították itt éveken keresztül. Kihoztuk magunkkal a koszorút. Nem hagytuk ott. Szóval valami olyan volt ez az egész, hogy mi ebben nem tudtunk részt venni, hogy most oda tegyük a koszorunkat.
És akkor kihoztuk a koszorút. És a koszorúval együtt vonultunk a kerepesi temető fala mellett, ugye a keleti pályaudvar felé, és a Dózsa-György úton együtt az egész egyetemista társaság, legalábbis nagy részük, és énekeltünk. Olyan szöveg volt benne, hogy legyen kérges annak is a tenyere, aki miatt nincs a népnek kenyere. És ez úgy ezt úgy többször. Szóval ez egy olyan jó szöveg volt, és mertük már bátran ezt énekelni, hogy jöttünk hazafelé. A Sztálin szobor háta mögött vonultunk el tüntetően, nem előtte, és azt énekeltük, hogy meghalt a cselszövő. Mert nem, hát még akkor ez új volt, nem a régi volt, hogy már nem él a Sztálin. És nagyon vidámak voltunk, vittük a koszorút, és a Hősök terén az ismeretlen katona sírjánál letettük. És egy nagyon érdekes dolog, hogy lovas rendőrök karikáztak körülöttünk. Nem zavartak szét bennünket, de úgy időnként úgy körbe lovagoltak. A Levegőt című verset azt a szovjet követség előtt mondta el valaki közülünk, főleg bölcsészek azok, akik szavartak, és akkor már kísértek bennünket. Október 23-a. Nem volt tanítás, sehol sem. Mindenki, a diákok, a tanárok a díszteremben ülésezett a társaság. Hát közben jöttek a hírek, az utcán már gyülekeznek a diákok, és akkor én felálltam, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen mi értelme van ennek itt, mi reggel óta tépjük a szánkat, de közben az utcán már készülődik a tüntetés. Hát legyen ennek vége, és menjünk. Erre egy emberként állt fel a társaság, és tódult a kijárat felé. Akkor senkinek se jutott még eszébe, hogy ebből forradalom lesz. Elmentünk a parlamenthez, ott körülbelül 200 ezer ember volt, és akkor Nagy Imre elvtársazott. Először elvtársaknak szorította ott lévőket, és akkor a tömeg kiabált, hogy nem elvtársak. És akkor azt mondta, hogy magyar testvéreim. Barátaim, magyarok, akkor hát nagy taps fogadta. A parlament előtt rengeteg ember volt. A Nagy Imre beszéd után megjelent egy teherautó, kiabáltak, hogy lőnek a rádiónál. A végén mondta, hogy hát menjünk haza. Hát mi nem hazamentünk, hanem egy része elment a Sztálin szobor ledönteni, másik része meg a rádióhoz, hogy beolvassák a Műszaki Egyetemen szerkesztett 16 pontot. Jöttek magyar katonák tankkal és a múzeum körúton, és akkor ott megálltak. És akkor valaki jött és mondta, hogy velünk vannak. Tehát, hogy most ez lehet, hogy nem is pont ekkor volt, de ez is egy ilyen őletes nagy jelent, hogy mindenki retteget. Hát a magyar néphadsereg, ugye? És akkor kiderült, hogy azok velünk vannak, vagyis mindazokkal, akik az utcán voltak. De közben már az MKE felől teherautón jöttek fegyveres katonák, nyilván azért küldték, hogy leverjék a tüntetőket. És akkor oda mentem véres kézzel, mondom, hogy hát az ávósoknak jöttetek segíteni? Mondom, egy halott sincsen az utcán, nézzétek meg, mint civil halott van. És mutattam a kezemet is. És akkor leugrott két katona, és jött velem végig a Szentkirály utcán. De akkor már a tömeg meggyérült, már hazamentek, csak a bátrabbak maradtak ott. És akkor hát bementünk oda, már akkor ott lövöldözés volt, egy lélek se volt. Ez odaállt a sarokra, és egyből egy sorozatot a rádió épületére, ablakára rálőtt. Aki mellett kis katona. Ilyen pillanatok alatt átállt. Tehát ez azt jelenti, hogy már lelkileg az emberek elő voltak készülve az ávósok leszámolására. Fél egykor a Pálma Espresso, azt hiszem volt ilyen a Nagykörúton, talán, így emlékszem. Onnan hazatelefonáltam, és rémülten kérdezték, hogy hol vagyok. Azonnal jöjjek haza. És én ilyen eufóriában voltam, szóval boldogan. És hát, hogy miért? Hát majd megyek, de hát most azonnal, nem, hogy... És akkor végig az ajtósi Dürer soron mentem, teljesen egyedül, és ilyen sűrű köd volt. Mentem hazafelé, és közben, ugye útközben a Sztálin szobort éppen akkor döntötték le. Ott volt egy nagy élmény.
Mikus mester akkor jött haza, aki a Sztalin szobrot csinálta, azt hiszem a Fáklyalánk bemutatója volt a Katona József színházban, a kis topolinójából kiszáll, és azt mondja, Tóth kérem, mi történik itten? Mondom, mester, tűnjön el, mert ha valaki felismeri, agyonverik, akkor már le volt döntve a szobor. Hát beül gyorsan az öreg az autóbusz felismer. A Szabad Nép székházából dobálták ki a tárgyakat, égtek lent. A Komondi Sanyi éppen egy ilyen hosszú rúddal piszkálta le a betűket, és csak annyi maradt fönt, hogy a nép. Hát október 23-án éjjel a rádiónál a múzeum kertbe harcoltunk, illetve hát lőttük a rádiót, aztán hajnalban, amikor már elfoglaltuk, teherautóval, fegyverekkel, fegyveresen idejöttünk a főiskolára. Németh József, Komondi Sándor, Berendi József és én, hát meg még többen is. Aztán a teherautó itt megállt, és már a többiek bekerültek a főiskola épületébe a nyitott kapun, fegyverrel együtt. Én még mentem a teherautóhoz a fegyverért, de közben már a tömeg mondta, hogy vigyázzak, mert jön az ávós. Közben a teherautó is elindult, már nem tudtam utolérni, visszajöttem, de abban a pillanatban a portás becsapta a kaput előttem. És én itt álltam a kapu, bezárt kapu előtt, és az ávós tiszt pisztolya között. Az ávós tiszt rám lőtt, itt a nyoma a lábomra. Tehát rám lőtt, de közben már annyi tömeg összegyűlt itt körülöttem, és az ávós tisztnek mondták, hogy nem lőttek le elég fiatalt a rádiónak, itt is folytatni akarják. És az ávós tiszt egy pillanatra fejét odafordította a tömeghez. Én nekem volt annyi lélekjelenlétem, hogy abba a pillanatban beszaladtam az emberek közé. És akkor a budaházi segítségével itt rejtettük el, mert akkor nem fönt, hanem lement a vízmelegítő cső. És az le volt fedve különböző, szóval ilyen fém lapokkal, és az alá rejtettük a géppisztolyt, golyószórót és karabét. A rádió folyamatosan változtatta a közleményeket, hogy elismeri a kormány a forradalmat, és nemzetőrséget szerveznek a rend fenntartása érdekében, mert ugye legalábbis a közleményekben ez volt, hogy a fosztogatás elindult. És a nemzetőrségnek lenne a feladata a rend fenntartása és a fegyverek összegyűjtése. És az 5. kerületben, vagy a főiskola ott volt, vagy 6. kerületben hirdették, hogy hol alakul a nemzetőrség, én oda elmentem, és ott jelentkeztem a nemzetőrségnél. Talán ez 24-25-25-én lehetett. Jelentkeztem a nemzetőrségbe, kaptam egy igazolványt, fegyvert, és valóban ez volt a dolgunk, hogy a bujkáló ávosokat kellett felkutatni, meg esetleg kallódó fegyvereket összegyűjteni, és a fosztogatást megakadályozni. 3 óránként váltotta egymást egy-egy csoport, és járőrözött ott a 6. kerületben. Nemzetőrök voltunk hivatalosan, a 14. kerületi rendőrkapitányságon kaptuk meg az igazolványt, a karszallagot, a fegyvert, mert úgy el kellett volna számolni ugye mindenkinek, és jöttünk be a főiskolára, amikor ez volt. Hát én nem nagyon akartam volna lőni, meg az, hogy tankokra lőni, szóval ez is egy ilyen butaság volt, de hát ha sor került volna, hiszen lőni jól lőttünk. Hát, valaki odajött hozzám, hogy hát ha már van fegyverem, akkor menjünk és kapjuk el a Rozsnyait, a volt pártitkárt. De valahogy én, nem volt erre ingere, mondta, hogy nem, hát... Hát tulajdonképpen 3 napig tagja voltam egy fegyveres testületnek, ennek az volt a dolga, hogy éppen megakadályozza az ilyen jellegű kivégzéseket, meg tolvajlásokat. Mindegy rendcsinálás volt a dolga ennek a csoportnak.
És mondta, hogy nem, én nem akarok ilyet. A főiskolai nemzetőrségi gárdát megkértük arra, hogy akiknek fegyverük volt, hogy álljanak oda Cég Sándor lakása elé, vagy udvarába, és őrizzék az öreget, mert szerettük, és bár hát róla köztudott volt, hogy kommunista volt, féltünk attól, hogy esetleg a forradalom viharába meghurcolják őt, vagy bántják. Volt egy karabélyom, már nem a vállamon vittem, mert már húzta a vállamat, hogy mégis nehéz egy ilyen kézifegyver, hanem kézben vittem, egyrészt azért, mert mondták, hogy kézben kell vinni, csőre töltve, hogyha bármikor lőni kell, akkor könnyen el lehessen sütni. Másrészt meg hát, mint egy botra tudtam támaszkodni, egy koszok, mentem vele az utcán, mert így mentem a főiskolára, bevallom, hogy tudom, hogy ez úgy hangzik, mint egy hollywoodi film jelenete, de ez így volt, így történt. Találkoztam egy kollégával az út közepén, a Keser Ilonával, aki zavarba jött, amikor meglátta, hogy fegyverrel jövök át az úton. Még kérdeztem tőle, ilyen hogy jó viszonyos töltényed is van, és akkor így belenyúlt a zseb is mutatta. Hát tulajdonképpen tele volt a trencskom, két zsebe tele volt lőszerrel, volt vagy 50 darab. Nem tudom, hogy az hányadikán volt, akkor villamosok már jártak megint. Én mentem kifelé a Tököli úton villamossal, és a vezető mögött álltam valahol, hát ezek a régi villamosok voltak, kiflit kaptam valahol. Friss kiflit. És azt vittem egy nagy zacskóba, és olyan illata. Hát nem nagyon lehetett rendesen bevásárolni ételneműeket. És a villamos vezető csöngetett, és mondta, hogy Vorosilov út, és akkor azt mondja, Vorosilov. Még Vorosilov, és rácsapott egyet, és mindenki marhára örült és nevetett, hogy hát jó, hát még Vorosilov, de hát tudjuk, hogy ez ennek vége van. Szóval ilyen kis apró eset. De olyan boldog volt mindenki. Volt fegyveres ellenállás a fővárosba, a Korvin közbe, az Illatos úton, a Tűzoltó utcába, hát majdnem mindenütt a fővárosba. És végül, hát 28-án győzött a forradalom tulajdonképpen. Mert Nagy Imre bejelentette, hogy feloszlatja 28-án az AV-ját, és akkor már 28-án megalakult az Értelmiségi Forradalmi Bizottság, és ami a legfontosabb, a Nemzetőrség. Jött a hír, hogy a diákok az Antal Ilonkát ki akarják végezni. Addigra már elég sok diáknak volt fegyvere. Antal Ilonka volt a főiskolán a személyzet is. Ávós főhadnagy. Ávélyás főhadnagy. Ő volt a személyzeti vezető. Ő készítette a káderlapokat. Akkor a Barcsai Jenő, a Tóth Sanyi meg én lementünk a földszintre, és valóban az Antal Ilonkát ott állt a falnál, zokogott, és előtte állt két diák géppisztollyal, hogy kivégzik. Természetesen mi a Barcsai mesterrel egybehangzóan azt mondtuk, hogy itt nem lesz kivégzés, szó se lehet róla, nem engedjük meg, mi vagyunk a Forradalmi Bizottság, szó nem lehet ilyesmiről, ez egy művészeti iskola, és itt nem lehet vérfürdőt rendezni. Barcsai Jenő bácsi a mesterünk, az meséli, hogy naponta elment, mert ott lakott a szomszédban a Kölöndön, és ugye akkor probléma volt kenyeret szerezni. Azt mondja a komonditól, azt mondja, mester, menjen haza, nekünk még szükségünk lesz magára, és adott neki egy veknit. Meghatott, amikor sebesülteknek vagy rászorulóknak gyűjtöttek pénzt, és dobálták a dobozba a százasokat, ilyen kirakatba volt kitéve, és senki nem vett el belőle, mindenki inkább csak beletett ezekbe az edényekbe. A Pesti Barnabás utcába az egyetemen volt egy nagy gyűlés. Déri Tibor egy gyönyörű beszédet mondott, hogy ilyen csodálatos forradalom még nem volt a világ történelemben, és teljesen egy ilyen euforikus állapot volt. Ugyanakkor én fölszólaltam és jeleztem, hogy már Miskolcról tudom, hogy szovjet csapatok özönlik el az országot. És én ottan azt az álláspontot képviseltem,
hogy azonnal rádió üzenetben be kell hívni az egyetemistákat az egyetemükre, hiszen mindannyian kaptak katonai kiképzést, és ott az egyetemeken föl kell őket fegyverezni. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Hát ha csapataink felvették a harcot, a kormány a helyén van, akkor nekünk itt a helyünk, és hát álljunk helyt, mert nemzetőrök voltunk is, mindenkinek volt fegyvere. Igen. És akkor ide bejöttünk, és ahogy elmondtam, itt az Izabella utcán beengedtek, és akkor... Kezdtük felállítani a védelmet. Mi ide bejöttünk tulajdonképpen védekezni, mert én szerintem a diákszállót nem tartottuk meg védelemre alkalmas helynek. Ott volt az olasz követség, attól is tartottunk, hogy az is egy veszélyforrás lehet. Kiépítettük a hadállást, a grafikai műhelyből oldószereket hoztunk, üvegeket megtöltöttük. Ez a Molotov koktél volt. Ez a Velázquez másolat álcázta azt a gépfegyvert, vagy golyószorót, amelyik az Andrássy út 71 számú kaput védte. Már lehetett hallani a Moszkva tér felől, meg a vérmező felől az elképesztő ágyúzást. Tudnotok kell, hogy nem sokkal utána, ugye, hát mi diákok közül néhány elindultunk a város felé, és hát láttuk a Margit körúton, hogy azt, hogy ment a tank, forgott a tornya, és lőtt, és lőtt, és lőtt, körbe lőtt, szét minden cél, mindenfajta célzás nélkül lőtt bele a házak. A szegedi Ernő azt mondta nekem, hogy mindenki hazamegy. Sőt, még az is hangzott ebben a telefonbeszélgetésben, hogy talán én szabadkoztam, hogy ott kéne lennem, hát tagja vagyok az egységnek, de lehetetlen oda mennem. És még mondta a Szeged Ernő, hogy ne mozdulj ki, itt a koffermester, mindenki hazamegy, nem fog ellenállni senki. Képzőművészeti főiskola épületét november 6-áról 7-ére véradóan körülvették a szovjet tankok. Kíváncsi voltam, hogy tényleg itt vannak-e az oroszok. Itt a lépcsőn leóvatkodtam, mert így dübörgött egy hatalmas tank nagy hangerővel a kapu előtt. Én át akartam futni oda az aulába, és először így óvatosan körülnéztem. Mondtam, hogy ez a tank nem számít, mert nem lát engem úgysem. Óriási tévedés volt, mert ahogy így idáig leléptem, egy nehéz géppuska sorozat ide be. Úgyhogy az ajtónak ott a felső részéből, a közepetáján egy csomó lyuk keletkezett, és lángot vetett a kapu, és nagy füst állt fel, és akkor rájöttem, hogy tényleg itt vannak az oroszok, azonnal mentem visszafele, és közöltem a még ott lévő srácokkal, hogy tényleg itt vannak az oroszok. A oroszok tudtak róla, hogy itt főiskolások vannak, fegyverrel vannak a főiskolások, itt laknak, vagy itt tanyáznak, vagy hogy mondjam, tehát védik ezt az épületet, ahogy mi gondoltuk, és ezt valaki közölte velük. Ezekkel a tankokkal egy fehér povjeda is jött. És civil szállt ki, ezt mint az őrség észrevette. Utána dörömböltek a bábszínház melletti kapun, a 69-es kapun. De ez a kapu abban az időben használaton kívül volt. Sokáig abban a tudatban voltunk, hogy be van zárva a két nagy kapu, és úgyse tudnak bejönni. És nagy dörömbölés, csörömpölés,
de erőszakot a kapuval nem követtek el. Tehát nem lőttek bele, nem feszítették föl. Tehát itt van, hogy valami árulás volt, hogy valaki beengedte az épületbe a szovjet katonákat, meg ezt a civilt is. Hallottam olyan véleményeket, hogy oda vezették az oroszokat. Sőt, konkrétan, hát most már mondhatom, mert ezzel nem ártok senkinek, ez a Rozsnyai Zoltán már meghalt, hogy a Rozsnyai Zoltán vezette őket oda az orosz csapatokat a Bác Színházon keresztül. Azt suttogták, hogy a Rozsnyaiat adta meg az écet. A Rozsnyai Zoltán pártitkár volt, és nagyon sok volt a rovásán. Embereket vitetett el, már mindenkinek elege volt ennek az embernek a disznóságaiból, és iszonyatos szűklátókörűségéből. Néhány tank ágyúcsöve az épületre irányult, de a mellékutcákat, az Izabella utcát és a Vörösmarty utcába is beálltak, a mellékutcákba. Ezt észrevették az őrtállók, a főiskola belül fegyveres őrség volt, Berendi József a rektori szobába őrködött, a Csüröz Zoltán és Amrus Győző pedig az első emeleten. Rohantam le, és jöttem Lapincébe. És itt a pincén keresztül, én teljesen még itt voltak egy páran, mentünk át a másik házba. Az árulás azzal is bizonyítható, hogy az épületen belül nagyon otthonosan mozogtak a katonák. Mindent tudtak, mindenüvel el tudtak menni. Pincén keresztül menekültünk az Izabella utca 52-es épületének pincéjébe, ahová egy átjárót vágtunk még 4-én. A menekülés az 6-án vagy 7-én volt. 22-en voltak itt, akik a pincébe levonultunk. 22-en. És 8 katona közt. Ennek a nagy része aztán hamarosan ezeken az egérutakon át el is ment. Az előre kivésett lukon, ami az Izabella utca 23-as számú pincébe vezetett, mindenki menekült. Úgyhogy néhányan maradtunk csak. Hát tulajdonképpen a legvégén már csak 9-en voltunk. Ott a másik házban szintén pincébe kerültünk, tehát átjárókon keresztül, és ott voltak a lakók, akik lent voltak félvén, hogy itt vannak az oroszok. Itt a második emeleten lakott egy asszony, aki orosz tanárnő volt. És azt kérem szépen, vitte körbe az oroszokat. És azt mutogatta meg, hogy ki nem ide valósi. És akkor mondta, hogy hát ez nem ide valósi, ez se ide valósi, az se ide valósi. Kiválogatták ezt a 4 kis katonát, aki szintén ugye mi az utcáról engedtünk be, hogy a Zoltán nem mesélte, és ilyen felemás öltözet volt rajtuk. Ők is át akartak költözni, levetették a csizmát, kaptak egy nadrágot, vagy kaptak egy-egy más ruhadarabot, egy nadrágot, de csizma volt rajtuk. Szóval így látszott, hogy ilyen vegyesen vannak, egyformán fiatalok voltak. Ezt ők kiválasztották, és az egyik pincéből, ahol kiküldték a ott lévőket, azokat oda beterelték. Egy kupacba ide, ezen a részen kérem szépen, és akkor ott sorozatot adtak le. Az egyik orosz volt olyan humánus, hogy beszólt a nagy pincébe, ahol a lakók voltak, hogy dugják be a fülüket, hát ezeket így lekaszabolták. A Csürös meg a Komondi visszajött, hogy elrejtsék ide a fegyvereket, mert itt volt raktározva. Ezt mondta Németh Józsefnek, aki a nemzetőr parancsnok volt, mert én megkérdeztem, ha miért engedted vissza a Csürös meg a Komondit. Én viszont azt mondtam nekik, hogy hagyjanak itt mindent, az utolsó percben mondtam, hogy azonnal menjünk, távozunk. Nem éri meg itt a briket pincét, ezt a koszos pincét védeni, mit védesz rajta? És ezzel el voltak szánva, hogy ők tulajdonképpen egy szimbolikus eszmei védelmet jelentettek, és azt akarták ők prezentálni, hogy ők nem érnek meg az utolsó percig sem. Szóval ők el voltak szánva. A Csürös meg a Komondi
hát itt vesztette az életüket. Fegyver nem volt náluk, a komondi itt volt hasra feküdve, beesve az ajtón, itt feküdt szitává lőve, állítólag a sapkán körül volt téve fehér papír volt, hogy megadta magát. A Csürös Zoltán pedig a menza lejárat előtt feküdt hanyat fekve, teljesen szétlőve az ajka, az alsó ajka. Sortűz lezajlott a szovjet katonák részéről, akik bevonultak oda a főiskolának, főleg a pincéjébe, alak sorába. Ott négy főiskolást gyilkoltak meg, és négy ártatlan kis katonát, akik vidéki gyerekek voltak, és ott kvázi egy szállást, egy objektumot találtak, ahol meghúzhatják magukat, tehát ők teljesen ártatlanok voltak. Én reggel érkeztem oda, amikor már megtörtént a tragédia. A Bódis Tóni még élt, ővel még beszéltem, és a Tónit a Barcsai Jenővel, szóval tényleg hát ott halt meg a kezünk között. Úgyhogy az is borzasztó volt. Annál borzasztóbb csak az volt, mikor az apja följött és kereste a fiát. És akkor én hozzám jött, hogy Sanyi, hát hol van? A fiam hol van? Hát itt veletek lakott, vagy nincs itthon a szobában? Egy szobában lak. Borzasztó. És akkor jött a Tóth Sanyi, és még valaki, és ilyen borzasztó komoly arccal, és mondták, hogy tudom-e, hogy a Csűrös meghalt, hogy agyonlőtték a főiskolán többeket agyonlőttek, de is így nem, és akkor ez ilyen fölfoghatatlan volt. Komondit agyonlőtték az oroszok. Ő volt az egyik szerencsétlen, akit hátulról, ahogy ezek a hősök szokták, szitává lőtték. Én emlékszem, mikor a másik barátommal együtt először mentünk, akkor már kim volt a Hunyadi téren, onnan kivitték a kerepesi temetőbe, aztán ott lovakkal legázolták, gaz, és többet nem tudjuk, hogy hol a barátunknak a teteme. Ez olyan mély nyomot hagyott, hogy ma 48 év után is könyv szökik a szemembe. Nekem annyira fáj. Én úgy szerettem ezt a fiút. És itt ástunk a kemény talajba egy gödröt, és szekrényekbe itt temettük el őket. Búcsú beszédet Bence László tanárunk mondott. A tanárok közül is ugye Kofán volt ott, és a Bence László, aki szintén ilyen megtört baloldali volt, ő mondott egy kis beszédet, amikor mielőtt a földbe helyeztük a idézőjelbe vett koporsókat, és annyira meghatódott a gondolataitól és hát a szituációtól, hogy elsírta magát, ami hát egy kemény felnőtt munkás embernél nem szokásos. Ezek nagyon jó művészek voltak, akik meghaltak, vagy lehettek volna, hanem azok is, akik elmentek az országból. Hát aki a Forradalmi Bizottság tagja volt, a Magyar Szobrászok Forradalmi Bizottságának tagja, Erdélyi Attila, hát az a kortársak közül a legnagyobb zseni volt. És ő Párizsban halt meg, vagy Genfben, már nem is tudom. Szóval nagyon, nagyon nagy veszteség volt ez a magyar művészeti, szép művészeti életbe, amit ez a forradalom eltiprása okozott. Én nekem ez egy ilyen külső árulás
Nem ezen gondolkozom, hogy ott mi történt bent, hanem hogy a világ árulta el ezt az egészet. Az egész világ elárulta. Lehetetlen volt elhinni, hogy senki nem segít. Október 28-a körül, amikor a új miniszterek a Tildi Zoltántól kezdve a Kádár János, hogy nyilatkoztak a rádióba, akkor a Kádár János a következőt mondta. Ugye, miután elmondta a Tildi Zoltán, a Nagy Imre és a többiek a mondokájukat, ugye arról, hogy győzött a forradalom, és több pártrendszer lett Magyarországon. És akkor a Kádár János azt mondta, hogy mindennel egyetértek az előttem szóló barátaimmal. Mindenben egyetértek. Megszűnt az MDP. Ezennel kimondom, hogy megszűnt az MDP. Egy új pártot fogunk létrehozni, amelyik sokkal kisebb lesz, mint amilyen volt az MDP, de biztos vagyok benne, hogy tisztességes emberek lesznek benne. 28-a körül még ezt mondta a Kádár János. És néhány nappal később ránk szabadította ezt a keleti áradatot, fegyveres áradatot. Hát árulás volt, iszonyatos árulás. November 4-e után, vagy november 4-e környékén még a Kádár János is olyasmit mondott, hogy senkinek nem lesz bántódása, akik megtévedtek. Hát végén aztán ez a gyilkosság sorozat, ami ment. Aki gondolkodik, akinek intellektusa van, az képtelen a hazugság kiszolgálója lenni. Azért jöttek létre a belső konfliktusok. Ezt a réteget is elárulták. Elárulták a békét, elárulták az emberi tisztességet, elárulták a szavahihetőséget. Tehát elárulták azt az eszmét, amelyik eszmért, igenis a diákság nagy része azért az eszmért fogott fegyvert, és ment ki az utcára, és kockáztatta az életét. Nem mindenki, de a nagy része. És azt az új értelmiséget, amelyik értelmiséget tulajdonképpen a falvakból és a munkáskeletekből hoztak be az értelmekre, hogy az új értelmiség lesz, azt is elárulták.